A következő percekben stábunk segítségével a Kaláka Fesztiválra kalauzoljuk Önöket, ahol a gyermek és felnőtt programban is szerepelt a Hot Jazz Band. Így van. Az együttes egyik lemezborítóját, illetve a CD-t kísérő könyvet is Bényi Tamás, a zenekar vezetője illusztrálta. Az ő grafikáiból nyílt kiállítás a Kaláka Fesztiválon. Mutatjuk erről készült összeállításunkat. Gyerekkorom óta ugye két pályára készültem, vagy hát amikor kicsi voltam, akkor nekem anyukám minimum mondta, hogy ha majd befejezed a sulit, akkor el kell dönteni, hogy, hogy hova tanulsz tovább. És nekem két dolog tetszett, a zene meg a rajz. És ezt folyamatosan csináltam, aztán képzőművész pályára jelentkeztem a szakközépiskolába Budapestre, a Török Pál utcába, ott érettségiztem, aztán egy évet dolgoztam, majd pedig másodszorra felvettek a képzőművészeti főiskolára, az Andrássy útra, de közben a zene, hát ugye főleg a szakközép alatt abban maradt a zenélgetés, de amikor katona voltam, ugye behívtak bennünket egy évre főiskola előtt, akkor egy kultúrcsoportban voltunk vezényelve, tulajdonképpen a kúszás, mászás, lövöldözést így úsztam meg, és egy éven át egy ilyen színészeket kísérő zenekarba dolgoztunk, és akkor valahogy ott az az egy év, hogy csupán zenével törődhettem. Ott nem tudtam például, mint grafikus létezni, mert az körülmények kellnek. Asztal kell, ecset kell, festék kell, nyugalom kell, ott azért nem lehetett. Úgyhogy a zene volt a fő, és amikor leszereltünk, akkor elindult a főiskola, de a zene azért megmaradt hobbiból. Miért mi dáma kenguru, mert ugrál és nem kurul, neki van kedve a üres pazsebe. Ezzel szemben a sakál semmit sem csinál, csak áll, de ha dúl és fúl, csak üvöltöz vadul. Nesztelen jár a struc, elleméred bárhogy puc, s fenn a dús pálmafán, kókusztejet iszik egy kis pávián. Miért vidám a kenguru? Mert ugrál és nem gurul, neki van kedve, ha üres a zsebe. Nagyon vonzódtam a Dixieland muzsika után, meg a jazz zene után, és akkor utcazenélve, ugye mert semmilyen fórumot nem sejtettünk, hogy hova lehet menni, de a grafika megmaradt, tehát én próbáltam egy pár évig, mint szabadúszó grafikus létezni, úgyhogy ez így párhuzamosan ment, és aztán a úgymond grafikai tudásomat a lemezborítókba próbáltam hasznosítani, már ahol kellett ilyen. Volt egy segítségem, egy régi gyerekkori barátom, ő csinálta a számítógépes részét, de úgy együtt ötöltük ki, vagy csináltuk ezeket. És hát a rajzolás az olyan, mint a biciklizés, hogy egyszer megtanulod, akkor nem felejted el. És megmondom őszintén, hogy a Covid ideje alatt rajzoltam meg ezeket az illusztrációkat, és nagyon élveztem. Tehát az egy csodálatos felfedezés volt, hogyha én nekem holnap abba kéne hagynom a zenét, akkor én nem pusztulnék ebbe bele lelkileg, mert olyan mértékű örömöt okozott ezeket a képeket megfesteni. Nekem ez a katarzis élmény, amikor elkészül egy, mondjuk egy hangszerelés, és eljátsszuk jól, vagy a képek, amiket megfestek, és akkor csodálhatom, hogy hú, ezt én csináltam, és hú, mindig, ez a rácsodálkozás, ez az emberbe, ez az, ami miatt művész marad az ember, vagy művész lesz, hogy ez olyan örömhormonokat indít el az ember testében, vagy nem tudom, agyában, hogy emiatt érdemes élni. Úgyhogy ez így maradt meg.
készült ez a lemezborító, de inkább könyvecske, hogy úgy mondjam, amiben beletettük a daloknak a szövegét. Kvázi, mint egy verses könyvecske olyan, és akkor minden dal illusztrálva lett. Ez volt a koncepció, hogy több legyen ez a kiadvány, mint egy CD. Hogy ugye már a CD olyan értelemben nem ajándékozható, vagy már ugye nem is nagyon foglalkoznak vele, bár ez egy butaság, mert nemrég olvastam egy cikket, hogy a CD eladások 2018-ra elérték a 2004-es CD válság előtti szintet a világ viszonylatban. Tehát, hogy az emberek csak veszik, és csak egy kérdést teszek fel, hogyha ajándékba akarunk zenét adni, már pedig az egy klassz dolog, akkor hogyan? Egy pendrive-on, vagy elküldjük interneten, hogy van itt egy nóta, hallgass meg, és ezt adom. És egy CD, ott van az, hogy ki csinálta, mennyi munka volt, stb. És mi még hozzátettük azt, hogy illusztráltuk is a dalokat, benne van a dalszöveg, tehát ez egy ilyen komplex kiadvány lett, és emiatt van ez a kapcsolat a képzőművészet és a zene között. De ez így egy ilyen egység. Ezzel szemben a sakál semmit sem csinál, csak áll, de ha dúl és fúl, csak üvöltöz vadul. Nesztelen jár a struc, el nem éred, bárhogy futsz, s fenn a dús pálmafán, kókuszcejet iszik egy kis pávián. Lérpidám a kenguru, mert ugrál és nem gurul, neki van kedve, ha üres a zsebe.